Buszbérlet, menza és a tankönyvek mellett a tanszerekre is szükség van a szeptemberi tanévkezdésnél. Azt, hogy ki mit választ a papírboltban, gyakran a szülők, nagyszülők pénztárcája határozza meg. Ugyanakkor a kínálatot a népszerű sorozatok is befolyásolják. Televízió csatornák által sugárzott közkedvelt gyermeksorozatok, filmek, ifjúsági filmek megmutatják, hogy mi a divatirányzat, és ezek megjelennek ceruzákon, tollakon, füzetborítókon, és ezt a gyerekek együtt keresik, tehát egyforma iskolatáskát szeretnének, ugyanolyan tolltartóval, ugyanolyan füzetekkel, úgyhogy annyira nem tudnám kiemelni, nagyon-nagyon közkedvelt a mintás füzetek, a Walt Disney sorozatok ezeknek a szereplői, és természetesen azért keresik a minőséget is az emberek. Személyfüggő, hogy ki mennyit szán a tanévkezdésre, mondta Szabó Zsuzsanna üzletvezető. Nem csupán a kínálat, hanem az igény is meghatározhatja, hogy ki mennyit szán az iskolakezdésre. A diákok gyakran már augusztusban tudják, hogy mire van szükség. Hát táskára, füzetre, tolltartóra, hát mappákra, meg színeszteruzákra. Persze jó néhány dolgot már egy hónappal a kezdés előtt sikerült beszerezni. Hát már füzeteket, ceruzát, meg ami technikához kellenek. Ez már évekkel ezelőtt kialakult szerintem, hogy még az augusztus első két hete azért még ott az emberek pihennek, nyaralnak. Inkább augusztus közepén kezdődik el az igazi tanszervásár, és áttolódik szeptember közepéig. Ez két okból is szerintem, hogy tehát lemennek a nyaralások, illetve a másik ok az, hogy én el szoktam mondani a vevőimnek, hogy nem kell megijedni, mert ekkora árukínálat meg választék mellett biztos, hogy marad a polcon, illetve szeptember első hetében, amikor a pedagógusok elmondják, hogy mégis mire van szükség, lehet, hogy akkor célszerűbb a teljes bevásárlást megtenni, így nem, nincs felesleg. A gazdasági válság érezhető a tanszerek kiválasztásánál is. Sokan az olcsóbbat részesítik előnyben, mondta a tapasztalatokból kiindulva a belvárosban nemrég megnyílt üzletvezetője. Nagyon-nagyon sokan elmondják, hogy várják a utalványokat, hogyha a cég esetleg ad, vagy különböző támogatást, illetve ha nem annyit, nem is a minőségben, de a mennyiségben biztos, hogy megmutatkozik, én úgy gondolom.